A római levél 6. részének első 11 versét olvasom. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk. A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk, hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, azaz Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Szeretett testvéreim, az első mondat röviden elintézhető, ahogy el is intézte az apostol, mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem, szó sincs róla. Nem ilyen ízetlen társas játék ez, hogy mert megbocsát Isten, ahogy korábban már volt szó róla, minél többet bűnözünk, annál többet bocsát meg, ha kérjük. De ez nem ilyen játék, hanem ha valakinek megbocsátott az Isten, akkor abban elindult egy másfajta indulat a kegyelem által. Tehát ízetlen beszéd ez itt. De ennél sokkal döntőbb dologról beszél ez a néhány vers. Javaslom, hogy keressük ki a hallgatás után, és újra gondoljuk át, mert nagyon fontos megállapítást tesz. Tulajdonképpen az új életünknek a szerkezetét mutatja be, hogy mi van a régivel, hogy működik az új. Azt írja, hogyha Krisztus meghalt, akkor mindazok meghaltak ő vele együtt, akik hozzá csatlakoznak. Meghaltak a réginek, és föltámadott Krisztus, mi is új életre keltünk a benne való kegyelem által. Az az ige, amit sokan ismernek a Galata 2.20-ban, így szól, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Mit mond itt Pál apostol? Hát ott se volt a keresztnél. Igen, csak Jézus, amikor meghalt, amint valamelyik videóban mondtam, nem csak a bűneinkért halt meg, hanem a javíthatatlan óemberünket is halálba vitte. Azaz, amikor ő meghalt ott a kereszten, megszerezte a lehetőségét, hogy mi is kimondjuk, Uram, a halálban a helye az óemberemnek. És ahogy feltámadt Krisztus, ő ezt az új életét nekünk tudja adni.
bennünk tudja működtetni. Nekünk döntenünk kell, hogy a régi mellett vagy az új mellett döntünk. De nem egyszer kell döntenünk, egyszer alapvetően döntenünk kell, hogy én Krisztus követésében elindulok, és halálba adom az ó emberemet. De majd meg fogjuk látni, hogy ez nem úgy működik, hogy innen kezdve az ó emberem belenyugszik ebbe a halálba adásba. Mint halálig kapaszkodik, nem akar a keresztre menni. Hát akkor mit ért, hogy Jézus halálba vitte? Azt éri, hogy ha te beleegyezel ebbe, ha te újra meg újra oda küldöd az ó emberedet, és nem neki engedsz, hanem Krisztusnak, akkor te élhetsz egy másfajta életet. Igaz, hogy nem büntelen ez a másfajta élet, mert az ó emberünk bele-bele zavar. De ettől ne essünk kétségbe, mert ezt szerezte meg Jézus, ezt a lehetőséget, ahogy így fejeződik be ez a néhány vers, hogy ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Tehát a hívő ember újra meg újra újítsa meg ezt az alapállását. Nem egyszer s mindenkorra kaptuk, egyszer a megtérésünkkor, és amikor befogadtuk Krisztus életét, ahogy folytatódik a Galata 2:20, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Addig nem volt bennem, csak amikor befogadtam őt a Szentlélek által. És azt tartsuk tehát, és ezt mondja, ez a hitnek a szép harca, hogy újra meg újra visszamegyek, döntök Krisztus mellett, és azt mondom, hogy én az új életem szerint szeretnék cselekedni, lépni. Ő ad ehhez hatalmat. Ha én ezt tartom magamról, újra-újra őhozzá megyek vissza, erősebb, mint a régi. És újra meg újra győzhetek is.